A Tiszti Klub nagy termében találkoztak ma a Bajtársi Klub tagjai a kerekévfordulósok ünneplésére. Minden évben ilyenkor, miután a család megünnepelte, kinek mikor volt januártól december 31-ig, most a kis közösség is ünnepli a születésnaposokat. Tehát így is egy hagyományos rendezvényünk ez is. Na most az érdekesség az, hogy minden évben igyekszünk emlékezetését tenni, mindig valami kedvességgel. A idei kedvesség a Fazekas iskola kicsinyek kórusa lesz. Olyan értelemben is érdekes ez, mert előtte készültek ebben az erdei iskolával, és közös programot valósítottunk meg velük. Mi is énekeltünk nekik, most meg viszonzásul őkének, de van egy ilyen jó kapcsolat. És ezen kívül egy új dologgal próbálkozunk megint, ez pedig a dalkörünkben nagyon sok olyan lélek van, aki szeret verset mondani, szeret énekelni, nótázni, lesz egy külön ajándék műsorunk is, most az ünnepeltek részére. Zentai László és felesége, Zentai Lászlóné Bérci Mária, 50 éve házasok. Őket is ünnepelték a mai napon. A házaspár egy klubba jár, szabad idejében és egy dalkörben is énekelnek. Sokat vagyunk együtt, főleg most, mióta nyugdíjasok vagyunk. Korábban nem volt ez mindig így? Hát nem. Férjem nagyon sokat távol volt, azt szoktam mondani, hogy egy hónapból két hetet általában. Szolgálati úton, igen. És hát nyilván a család, ugye két lányunk van, az rám hárult. Iskolába, óvodába vinni, hozni, mert munka mellett természetesen. Mi a terv ebben a szép jubileumi esztendőben? Hát, nem is tudom, most az egész év ünnepléssel tellik, hiszen megünnepeltük, szervusztok, megünnepeltük mindazt, ami elmúlt. Megünnepeltek a gyermekeink, a barátaink, a rokonság, és hála Istennek ünnepelünk mi is nap, mint nap, mert a szeretetünk azt hiszem átsugárzik mindenkire.